Jó, hogy itt vannak velünk. Minden jót mindenkinek. A Napraforgó megújuló energia magazin ezúttal meginvitálja önöket egy időutazásra a hazai energiaipar történetében. A hiteles úti kalauz pedig Klavai Richárd, a MAVIR, azaz Magyar Villamos Energia Irányító Rendszer ZRT kommunikációs vezetője, aki 2,5 évtizede foglalkozik a szakterülettel, ezen belül jó ideig szakújságíróként követte a fejleményeket. Szó lesz tehát jelentősebb mérföldkövekről és korszakokról, így a megújuló energiához kapcsolódó történetekről is. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. A lehető legtöbb napelemet kell csatlakoztatni az országos hálózathoz, a kormány ezért megelőlegezi az ehhez szükséges fejlesztések uniós támogatásait, mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című adásában. Steiner Attila szerint Magyarország energiabiztonsága érdekében kell az energetikai rendszert fejleszteni. Az ukrajnai háború hatásai miatt egyre fontosabb a helyben megtermelt energia, a napelemek terjedése viszont olyan ütemű volt az elmúlt években, hogy túlterhelhetik az országos hálózatot. Összteljesítményük elérte a 4000 megawattot, ami kétszeresen haladja meg a paksi atomerőműjét, tette hozzá. Az államtitkár úgy véli, hogy a fejlesztések ütemében fokozatosan megszűnhet a betáplálási moratórium, de addig meg kell vizsgálni, hol indokolt a fejlesztés. Azok kapcsolhatják a naperőműveiket a korábbi szabályok szerint az országos hálózathoz, akik október 31-ig bejelentették a csatlakozási igényüket. Az E.ON beruházási csomagja például csaknem 800 megawatt napelemes kapacitás csatlakoztatását teszi majd lehetővé. Steiner Attila közölte, hogy a kormány akkumulátor támogatási programmal is segíti a megújuló energiák befogadását. A Boysen csoport 60 milliárd forintos beruházással 400 új munkahelyet hoz létre Nyíregyházán, ahol a cég elektromos autókhoz kapcsolódó alkatrészeket fog előállítani a BMW debreceni gyára számára, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A közlemény szerint a tárcavezető a zöldmezős beruházás budapesti bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat akkumulátorgyártó takarólemezeket fog gyártani a BMW számára. Beszédében kiemelte, hogy ez lesz a cég első olyan üzeme, amelyben kizárólag elektromos autókhoz szükséges alkatrészeket fognak előállítani. Majd hozzátette, hogy a legmodernebb technológiára épülő gyárat megújuló energiára alapozzák. A nagyjából 60 milliárd forint értékű projektet az állam 5,6 milliárd forinttal támogatja, így segítve 400 új munkahely létrejöttét. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években a világgazdaság kétszer is a feje tetejére állt, így minden bizonytalan, csak egyetlen folyamat zajlik rendíthetetlenül, az elektromos autók térnyerése. Leszögezte, hogy ez nem pusztán üzleti-gazdasági törvényszerűség, hanem politikai döntés eredménye is, amelynek meghozatalában az Európai Unió hatalmas szerepet játszott. Az EU az egyik élharcosa a 2050-es klímasemlegességi célok elérésének, az elektromos autóipari átállás határozott EU-s politikai döntéssorozat eredménye, ugyanis a közlekedés környezetszennyezése az egyik legfontosabb ilyen forrás. Átalakítása nélkül nem csökkenthető hosszú távon és nagy mértékben. Az ágazat nyersanyag, károsanyag kibocsátása, mutatott rá a miniszter. 7 magyar azeri megállapodást írtak alá Ilham Alijev Azerbajdzsán köztársasági elnökének látogatásakor. Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán a többi között elmondta, idézem: ebben a mostani helyzetben nyilvánvaló, hogy a diverzifikáció legreálisabb forgatókönyve az,
hogy az Azerbajdzsánban ki- és megtermelt energiát szállítjuk be Európába, ezért üdvözöljük és nagyra becsüljük, hogy Azerbajdzsán elkötelezte magát az európai energiabiztonság javítása mellett. Aláírt egy megállapodást az Európai Unióval, amely szerint 2027-ig megduplázzák az Azerbajdzsánból Európába érkező földgáz mennyiségét. És aláírtunk egy másik megállapodást is, amely elektromos áramot szállít majd Azerbajdzsánból Európába. Ha önök ránéznek a térképre, akkor láthatják, hogy mind a földgáz, mind a villamos energia, amely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon kell, hogy keresztül haladjon. Ezért Magyarország ennek az új helyzetnek is a nyertese lesz. Persze elsősorban Azerbajdzsán értékelődik föl, de mint szállítási útvonal Magyarország súlya is megnő, és örülünk annak, hogy Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás részévé válik az európai energiaellátás szempontjából. Azt is tudjuk, hogy természetesen nagy infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Itt óriási összegekről és beruházásokról beszélünk. Meg is kezdtük az együttműködést a bolgár, a román, a magyar és a szlovák energiarendszert üzemeltető vállalatok között, hogy ezekhez az óriási beruházásokhoz a megfelelő pénzügyi feltételeket előteremtsük, mondta Orbán Viktor. Tisztelt nézők, az energiaválság az érdeklődés középpontjába katapultált tulajdonképpen nagyon sok mindent, ami mindennapi életünk része, ám de általában kevéssé foglalkozunk vele. Az utóbbi hónapokban azonban feltétlenül, és ehhez egy olyan stúdióvendég kínál segítséget a számunkra, aki maga évtizedek óta újságíróként, szerkesztőként, most pedig a Mavir ZRT kommunikációs vezetőjeként benne van ebben az üzletágban, ebben az információ áradatban. Úgyhogy valójában rögtön kezdjük is az elején, mert ha már így mutattalak be Lavai Richárdot, akkor hogy kezdődött ez az egész? Hát kicsit kalandosan kezdődött ez az egész. Én alapvetően 98-ban csatlakoztam az energiaiparhoz, mint gazdasági újságíró, akkor már a Világgazdaság munkatársaként. És akkor igazából nem voltak szakújságírók Magyarországon, nem nagyon értett senki sem ehhez az iparághoz, hiszen nem is nagyon volt fontos, hogy erről milyen hírek jelennek meg. És valahogy nekem volt kötődésem bányatérségekhez, műszaki ügyekhez, és azt mondták, hogy hát a privatizációval kezdjek el én így foglalkozni, ez az energetikai privatizáció. És aztán ez így rajtam maradt, és hát tényleg aztán igazából most már azt mondhatjuk, hogy akkor így nagyjából majdnem 25 éve foglalkozom ezzel a területtel. És ugye a végét követte más publikáció, az Inforádió, Figyelő, igen, ezeknél mind dolgoztam, és alapvetően mindenhol energetikai területként, és aztán 2 éve a Magyarnak a kommunikációs ügyeit intézem. Na most ez a 2,5 évtized azért valami olyan időtáv, ami egy igen komoly változást is hozott ezen a területen, még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy azok a beruházások, amelyek mondjuk egy energiatermelő vagy továbbító hálózatot érintik, azok bizony hosszú távúak. De mik voltak itt a főbb dolgok, amik így beugranak az emlékezetedbe? Hát ugye Magyarország esetében a legfontosabb, az egyik legfontosabb változás az első tulajdonképpen, amivel nagyon-nagyon sok változással indult, hogy ez a privatizáció 97-ben. Ezt azóta nagyon sokféleképpen értékelték, és én most nem szeretném ezt minősíteni, hogy mit gondolunk arról, hogy ez jó volt, vagy nem, egy egészen biztos. Azon a ponton volt egy óriási beruházási kényszerhiány, nagyon sok mindent meg kellett csinálni, amit a külföldi tulajdonosok meg is csináltak. Szerintem én most azon, hogy ennél tovább nem mennék, de ez egy nagyon fontos változási pont volt. Ugye korábban ezt megelőzően egy ilyen úgynevezett vertikálisan integrált ágazat volt, mondjuk a villamosenergiaipar volt, a magyar villamosművek tröszt, és minden, az áramszolgáltatók, az erőművek, mindenkihez tartozott. Ugye ez felbomlott, befektetők jöttek, különböző cégek alakultak, ez egy nagyon fontos változási pont volt. De ha innen egy picit ugrunk az időbe, ami igazán egy ilyen komoly és az európai piacot is érintő változás volt, az tulajdonképpen a piacnyitás volt. 99-ben kezdődik ez arról szól, hogy tulajdonképpen
az villamosenergia és a földgáz is egyébként, de most egy picit maradnék a villamosenergia iparnál, a villamosenergia az tulajdonképpen ugyanolyan áru lett ebben a folyamatban, mint szinte bármi, amit a szabad piacon meg lehet vásárolni. Néhányan már akkor elkezdtek azért arról beszélni, hogy a villamosenergia mégiscsak egy speciális termék, erről lehet, hogy még egy picit fogunk még beszélni. Ez volt talán az a nagyon fontos változási pont, amikortól az az átmenet, amiről most azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen csak a zöld energiákkal, a klímavédelemmel függ össze, azért ez elindult. Ez elindított olyan folyamatokat a vállalati struktúrában, a beruházási finanszírozásban, egyáltalán az egész energiaiparnak a gondolkodásában, az üzleti modelljében, ami gyakorlatilag a mai napig tart. Ez a változás, ami valahol akkor indult. Végül is ugye Magyarország egy kis ország, és már evidens módon lehet tudni, hogy ezek a rendszerek, ezek országhatárokon átnyúlnak. Itt ez mennyire tekinthető nemzeti energia szolgáltatásnak, vagy evidens módon része egy nagyobb léptékű regionális szolgáltatásnak? Nem fogom tudni a pontos évszámot, de a privatizáció és a piacnyitás után jó néhány évig még alapvetően a volt KGST rendszer működött együtt. És a nyugat-európai rendszernek már akkor is volt egy nagy összekapcsolt rendszere. Ez az UCTE volt akkor, ez volt a rövidítése. Ami tulajdonképpen ma az ENCO-i, az európai összekapcsolt villamosenergia rendszer. De a törekvés az első perctől, tehát a privatizáció első percétől kezdve megvolt a villamosenergia iparban, hogy ez az európai rendszerhez csatlakozni kellene. Én nem vagyok mérnök, ezt a beszélgetés előtt ugye tisztáztuk, és nem szeretnék mérnöki tudással, tudományokkal kérkedni, de az én emlékeim szerint a szakemberek mindig azt mondták, hogy a nagyobb rendszerek könnyebben szabályozhatók és irányíthatók. Tudjuk ezt, hogy egy nagyobb motor sokkal könnyebben kezelhető, mint mondjuk egy kisebb. Tehát volt egy ilyen szándék. És akkor egyszer csak ez egy nagy történelmi pillanat volt, sajnálom, hogy most a dátumot nem fogom tudni felidézni, amikor alapvetően Magyarország nyugati határán, az ottani távvezetékenken keresztül hozzákapcsolódtunk az európai összekapcsolt villamosenergia rendszerhez, és azóta gyakorlatilag, ahogy ezt a villamosmérnökök mondják, szinkronban járunk, gyakorlatilag Stockholmtól Lisszabonon át egészen Isztambulig, ez egyben működő egy nagy villamosenergia rendszert alkot, amelyben természetesen ott vannak a nemzeti rendszerirányítók, ott vannak a nemzeti villamosenergia rendszerek, de ez a függetlenség, ez nem egy kizárólagosan létező valami, egy nagy rendszernek az egészeként kell működtetni a nemzeti rendszereket is. Ugye az ismert volt, hogy hosszú éveken át az a internetes platform, amelyet működtettél, az Energia Info, az meghatározó volt ezen a területen a hírek szempontjából. Honnan jött az ötlet, és honnan jöttek az információk? Az ötlet az egy ilyen garázs ötlet volt, mint ahogy nagyon sok ilyen nagy ötlet is származik egy garázsból, aztán egy kis fűtetlen irodában született meg, egyébként Balassagyarmaton, ahol én élek. Az ötlet annyi volt, hogy látszott, hogy itt elindul valami, hogy túl azon, hogy a villanyszámlát megkapjuk, túl azon, hogy néhány hír így beszivárog Magyarországra, itt láthatóan ezzel az egész változási folyamattal kapcsolatban van egy nagyon komoly információs éhség. Az is látszott, hogy a vállalatok, azok a cégek, amik akkor már magánkézben vannak, külföldi befektetők tulajdonában, vagy éppen magyar kisbefektetők tulajdonában, hiszen ugye áramszolgáltatói papírok voltak a Budapesti Értéktőzsdén is. Itt van egy nagyon, itt szükség lenne valamilyen dedikált felületre, ahol lehet háttéranyagokhoz jutni, egyáltalán meg lehet érteni, hogy mi történik. Volt erre egy nagyon komoly nyitottság, kíváncsiság. És akkor azt gondoltuk, hogy ezt jó lenne összerakni elsőként. Ez egy nagyon izgalmas terület volt számomra, újságíróként is ez egy nagyon izgalmas területnek látszott. És nyilván, zárójelben mondom, nyilván volt-e mögött egyfajta üzleti elgondolás is, hogy ez lehet esetleg egy jó üzlet is. És való igaz, hogy nagyon hosszú ideig az energiainfo.hu volt egy ilyen meghatározó információs bázis, ahol nagyon sok alapinformáció volt, nagyon sok háttéranyagot igyekeztünk gyártani. Az volt az első perctől kezdve a mondás, vagy az ilyen vállalt küldetésünk, hogy
nem elég azt elmondani, hogy itt meg itt ez meg ez történt, tehát mondjuk egy ilyen mínuszos hírterjedelemben, hanem próbáljuk meg valahogy kontextusba helyezni. De a külföldi híreket is. Tehát ugye nagyon sokat hallottuk azt a piacon, most egy picit ellépek a villamosenergiapiactól, hogy hát hogy ezért meg ezért így meg így alakult a kőolaj ára. De hát akkor ugye olajkereskedők sem voltak. Persze a MOL-nál voltak, körülbelül volt 15 ember az országban, picit túlzok, lehet, hogy volt 50, aki értette, hogy mit jelent az, hogy az olaj áram elmozdult, és miért reagált erre vagy arra. De hát ezt nem nagyon értettük, és nekünk is izgalmas volt újságíróként ezt feldolgozni, hiszen nem én egyedül készítettem a tartalmakat, és egy nagyon komoly igény is volt. Azóta persze nagyon komoly szakértőink lettek, hiszen már túl vagyunk ezen bőven. De ugyanez volt igaz a gázpiacra. Ez egy gázpiac. Tehát ilyet, gázpiac. Tehát, hogy ezt így nem tudtunk ezzel mit kezdeni. Az árampiacról is így voltunk, hogy árampiac. És nagyon sok minden így rácsodálkoztunk, és az volt a küldetésünk, amit tényleg remélem, hogy viszonylag jó színvonalon tudtunk csinálni hosszú ideig, hogy ebben segítsünk egy picit eligazodni abban a rengeteg hírben, ami azért, ugye azt mondta a bevezetőben, hogy most a fókuszba került, de hát azért az energia kisebb-nagyobb kihanyásokkal mindig is a fókuszban volt, és a piacnyitáskor különösen, hiszen ez volt az a pillanat, amikor egyébként az ipari fogyasztóknak, tehát a vállalkozásoknak, a cégeknek piaci alapon kellett beszerezni, különböző lépcsőfokokban, tehát nem egyszerre mindenkinek, de piaci alapon kellett megszerezni az energiát, és ez egy óriási változás volt. A szakma, illetve azok a tudományos emberek, azok az elméleti szakemberek, akik ezen a területen mozogtak, mennyire voltak megközelíthetők, mennyire voltak nyitottak? Én azt arra emlékszem, hogy nagyon nyitott volt mindenki. Tehát, hogy én emlékszem, hogy van egy történetem, az MVM-nek az akkori vezérigazgatója, vezérigazgató helyettese, bocsánat, aki nagyon-nagyon sokáig utána a cégeket irányított, és egy nagyon, a mai napig egy meghatározó dolgánya a magyarországi villamosenergiaiparnak, amikor én felhívtam őt kezdő újságíróként, már úgy kezdő újságíróként, hogy az energiapiacon, hogy én nem nagyon értem ezt a dolgot, hogy erőmű, átvitel, hálózat, elosztás, szóval szeretnék ebben, akkor ő szánt rám 2 órát vezérigazgató helyettesként. A mai napig megvan az az A4-es lap, amire lerajzolt ezt az egyszerű modellt, mert azt gondolta, hogy fontos az, hogy az újságírók, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, azok megértsék, hogy hogyan történik ez a történet. Tehát az én emlékeim szerint volt egy nagyon komoly nyitottság, mert azt látták, hogy ezt nem lehet egy elefántcsontoronyban végezni, és nagyon-nagyon sok alkalmat teremtettek arra maguk is, később az Energiainfo is próbált ilyen alkalmakat szervezni, összehozni, ahol egyrészt a szakújságírók tanulhatták magát az iparágat, ahol lehetett információt cserélni, és ahol egy picit kölcsönösen meg tudtuk érteni egymást, hiszen nekik nyilván pedig arra volt szükségük, hogy mi az, ami érdekes a külvilág számára abból, amit ők csinálnak. Egyetemi emberek? Az egyetemi emberek is, azt kell mondom, az egyetemi emberek néhány kivételtől tekintve egy picit lassabban reagáltak. Tehát maga a tudomány, ha úgy tetszik, a mérnöki tudomány, a villamosmérnöki tudomány, az egy pici késéssel reagált arra, hogy itt ezt mindenképpen csinálni kell. De hát igazából ugye azok az emberek, akikről beszélünk, a cégvezetők, azért közülük nagyon sokan tanítottak is az egyetemeken. Tehát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az egyetemi kör megvolt, de azért alapvetően akik első számú információs források voltak, akikre a szaksajtó és így a közvélemény is igazán tudott támaszkodni, azok alapvetően a cégek vezetői és a különböző szakértői voltak. Hogyha az ember csak úgy madártávlatból nézi a magyar helyzetet, akkor nyilván az egyik első, amire gondol, az Paks, aztán van még néhány más erőmű, vannak fogalmak, ugye beköszönt most már nemrég a megújuló energia fogalma, de voltak éppen maga az energia termelés az... hogy csapódott le a te házattáján, ami a magyar energiatermelést illeti? Hát ugye, amiket említettél, tehát az, hogy van Paks, van a Mátrai erőmű, tulajdonképpen ugye ez a két elmozdíthatatlan része. Amiről beszélünk, tehát a kezdetek kezdetén még ugye volt szénalapú energiatermelés Magyarországon, hiszen akkoriban kezdődött a magyarországi szénbányászatnak a felszámolása, ami szintén egy
nagyon izgalmas, nagyon érdekes, sok elágazással, sok történettel tarkított része volt. Volt egy konkrét központ, egy állami intézmény, ami tulajdonképpen a szénbányászati szerkezet átalakítási központ nevet viselte, hogy hogyan megyünk ki ebből a szénvilágból, mert az nyilvánvaló volt már akkor is, tehát a 90-es évek végén, hogy ez valószínűleg nem ez a hosszú távú út, és most nem a lignitről beszélek, hanem a mélyművelésű széntermelés, és mondjuk annak a szénnek az elégetése. Tehát ezek mindig is meghatározó tényezők voltak, megkerülhetetlenek voltak, soha nem volt ez kérdés. De ugyanígy az sem volt kérdés, hogy ahogy te is említetted, hogy Magyarország egy pici ország, Európa közepén, tehát van egy óriási szerencsénk, hogy a gáz és a villamosenergia rendszer szempontjából is egy hálózat közepén vagyunk. Ez tök jó, nagy biztonságot ad. Vannak külföldi példák, egész pontosan tengeren túli amerikai példák, amik nagyon jól mutatják, hogy a nemzetközi kapcsolatok nagyon komoly, vagy azt mondom, hogy az ország vagy állam határon túli kapcsolatok nagyon komoly biztonságot tudnak adni gázban, áramban. És hogy alakul a jövő, azért Magyarországon nagyon korszerű erőművek épültek a privatizáció után. Nagyon sok, főleg gázbázisú erőmű épült, amik aztán hirtelen egyszer csak a világ élvonalába emelték a magyar energiatermelést is, nem mintha mondjuk Paks és a Mátra nem ott lett volna, de nagyon komoly technológia jelent meg Magyarországon, és ez egy nagyon komoly ugrás volt az energiatermelésben. Nagyon sokak számára, bár természetesen pillanatnyilag lezárt történetnek tűnik, de azért Bős Nagymaros az sokféle kérdőjelet hagyott maga után. Ez történetiségét illetően ez mennyire volt jelen az információ áradatban? Az a helyzet, hogy amikor én bekapcsolódtam az energetikai újságírásba, akkor a Bős Nagymarosi történet már egy lezárt történet volt. Pénzügyileg, szerződésileg sokáig még nem, hiszen ugye ott volt egy döntés, egy hágai döntés, és utána annak voltak folyamányai a két állam között, ez sokáig még tartott, de a történet ott le volt zárva. Volt egy pont a végén. Ezt tudjuk, ez a rendszerváltásnak egy nagyon komoly szimbóluma lett. Szakmai fórumokon nagyon sokáig voltak szakemberek, idősek is, főleg idősebb szakemberek, akik nagyon sokszor előhozták azt. Nem igazán a Bős Nagymaros kérdését, hanem annak a kérdését, hogy van egy folyónk, tudjuk azt, hogy ha most a Duna mentén nézzük, akkor felfelé minden ország valami módon ezt használja. A vízenergia termelés az egy nagyon érdekes, és nagyon-nagyon régen talán a legősibben egyik energiatermelési folyamat, a tűz meg a víz energia szerintem ez a kettő, hogyha most egy kicsit történelmileg nézzük. Tehát szorosan a kérdésedre válaszolva, maga a történet az nem volt kérdés, nem volt téma, erről nem, tehát mind beruházás, mind energetikai kérdés, ez nem volt a napirenden, nem szerepelt. Témaként, műszaki témaként, hogy a folyó energiájának hasznosítása, ez időről időre előjött, de csak ilyen nagyon szűk szakmai körökben és műhelyben. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából ma is itt van. Miközben ugye annak kapcsán azért mostanában kicsit gyakrabban előkerül, hogy pont a napenergia hasznosítással, meg a szélenergia hasznosítással összefüggésben Magyarországon nincs az a fajta kiegyenlítő kapacitás, erőmű kapacitás, amely segítene harmonizálni ezeket a folyamatokat, de ugye ez nyilván egy másik és jelentős terület, de hogy valahol mégis elő-elő kerülnek ezek az ügyek. Ugye a vízerőmű, csak akkor egy picit segítsünk megérteni, vagy próbálnék hozzá kapcsolódni, amit mondtál, ugye a vízenergia azért kerül elő általában ezzel kapcsolatban, hiszen a legklasszikusabb, a leghagyományosabb, rugalmas energiatárolási megoldás az a vízenergia. Aki jár Ausztriába, Sielni, Olaszországba, vagy akár a horvát tengerpartot járja, a Krika vízesés környékén is van egy tározós, egy szivattyús tározós erőmű, ugye ez egy nagyon egyszerű elve működik, van az energia, ami akkor éppen nem kell a fogyasztóknak, ezzel villamos szivattyúkkal felszivattyúzzuk a vizet egy magas pontra, vannak csővezetékek, ha valaki Ausztriába tényleg mondjuk a Möltág-Gletscher mellett megy, akkor láthat a hegyoldalban hatalmas csöveket lejönni, ezek arra szolgálnak, hogy amikor kell az energia, akkor a felső pontról leengedik a vizet, lent turbinákat hajt meg, és a villamos energiát visszanyerik.
Ez Európa rengeteg országában, ahol erre lehetőség van, Ausztria, Olaszország, Svájc, tehát ahol vannak igazán komoly hegyek, ez egy bevett technológia nagyon-nagyon régen. Tehát ez nem a piacnyitáshoz kötődik, nem a 90-es évek, nagyon-nagyon régen. A Krika vízesésnél lévő erőmű, én azt gondolom, hogy valamikor a század előn épült. Tehát, hogy ez egy nagyon régi történet. Hiszen a vízimalmok óta tudjuk, hogy ez egy fontos energiaforrás. Nekünk nincs erre opciónk. Szóval igazából, ahogy én tudom, és még egyszer mondom a mérnököktől, amit hallok, nincs erre igazán jó opciónk, hogy egy szivattyús tározós erőművet építsünk. Hozzátéve azt az összes környezeti, társadalmi hasznot, nyereséget, amit egy-egy helyszín, ami esetleg felmerülhet, az hordoz magában. Mert én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az energiatermelés az nyilvánvalóan jár környezeti terheléssel, mint ahogy minden jár, a közlekedésünk, egyáltalán az emberi civilizációnak a működése. És nyilván itt kell kötni kompromisszumokat, kötöttünk is ilyet. Nyilván egy erőmű, nagyon szép a mérnököknek, nagyon szépen meg lehet csinálni, de az egy erőmű. Ahogy egy vasút is, egy országút. De én azt gondolom, hogy, és szerintem nagyon jó, hogy egyre inkább befelé megyünk, hogy komplexen próbáljuk értelmezni a dolgainkat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ide most kell egy gyár, építünk egy gyárat. Ide most kell egy vasúti sín, de építünk. Tehát, hogy egy picit elmozdultunk afelé, hogy nézzük meg, hogy ez mivel jár, mit nyerünk, vagy mit veszíthetünk vele. És szerintem ez jó, hogy így van. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hlabai Rihárddal, a MAVI ZRT kommunikációs vezetőjével, méghozzá megújuló energiáról lesz szó, de előbb némi kitekintés következik. Hatalmas zűrzavart kavart az amerikai konyhai gáztűzhelyek esetleges betiltásának hírével Richard Trumka, az amerikai fogyasztóvédelmi bizottság tagja. Az USA-ban a lakosok kb. 40%-ának van gáztűzhelye, és a környezetvédelmi okokat emlegető hír kapcsán rengetegen hördültek fel, és kérdezték, hogy ez lehetséges-e egyáltalán. A rövid válasz nem. Trumka később azt tweetelte, hogy a szabályozás csak az új termék vonatkozik, amit azzal az ígérettel édesítettek meg, hogy azok a lakástulajdonosok, akik önként váltanak elektromosra, $840 visszatérítésre jogosultak az infláció csökkentő törvényen keresztül Amerikában. Néhány nappal a riasztócikk megjelenése után a dühös politikusok és a földgázipar nagyágyúinak kommentáradata közepette a Bloomberg egy másik cikkel jelentkezett, amely némi megkönnyebbülést hozott a feldúlt fogyasztóknak országszerte. Ezúttal Alexander Hön Zorik, a bizottság elnöke megerősítette, hogy a gáztűzhelyek betiltása helyett a terv az, hogy fokozzák a kutatási erőfeszítéseket és meghatározzák a veszélyes hatások beltéri minimalizálásának módját, például a tűzhely elszívóinak felszerelését. Kaliforniában új törvény írja elő, hogy a jogalkotók fogalmazzák meg a közösségi napenergiahasznosítás szabályait. Erre azért van szükség, hogy a napenergiát olyan közösségekben is hasznosíthassák, amelynek tagjai maguk nem tudnak napelemeket telepíteni, ezért vagy azért. A program szószólói felemlegetik, hogy például Minnesota államban 834 megawattos közösségi megoldás van már, eközben a sokkal gazdagabb Kaliforniában mindössze 45 megawattnyi. Ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Hlabai Rihárddal, a Mavir ZRT kommunikációs vezetőjével. Ebben a 25 éves történetben lehetett valahol az, amikor először megjelentek komolyan a megújuló energia fogalomnak a legkülönbözőbb változatai, meg hát maguk a termelés, az energiatermelés eszközei is. Erre emlékszel? Igen, ez nagyjából két dolog szerintem összekötődik, az én emlékeim szerint. Egyrészt nyilván egyszer csak elkezdtek nagyon felerősödni a klímavédelmi aggodalmak. Tehát látszott, elindult egyáltalán a vita arról, hogy van-e globális felmelegedés, ami szerintem ma már nem vita. Tehát ez szerintem nem érdemes ezen vitatkozni. Legalábbis én azt gondolom, hogy ez nem vita tárgya ma már. Ez az én személyes véleményem. És ez ugye nyilván felvetette a kérdést, hogy
Oké, és akkor miből lesz energia? Hiszen két dolog fut egymás mellett nagy párhuzamosan, és szerintem ezt érdemes mindig magunk előtt elképzelni, hogy van a klímavédelem, és van az, hogy egyre több energiát fogyasztunk. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy nem tudom, mondjuk 20 évvel ezelőtt az otthonainkban mennyi energiafogyasztó berendező, mi volt az, amihez energia kellett, és mi van ma? Most telefontöltők, minden elektromos, lassan ugye a fűtés is egyre inkább elektromos, tehát minden nagyon sok energiát fogyaszt. Tehát ez a kettő így egymás mellett ment, és nyilván elindult a megoldáskeresés, és az, hogy vannak megújuló energiaforrások, azért ez nagyon régóta ismert. Hát ugye a NASA nagyon régen használja a napenergiát, rengeteg példát tudunk, hogy olyan elszigetelt helyén a Földnek, ahova nyilván nem lehet odavinni sem gázt, sem villamos energiát, ott ez egy jó energiaforrás, sarkutató állomások. Tehát nagyon sok ilyen helyen használták, és nyilván ez elindult ez a folyamat. A másik dolog, ami ezt hajtotta, a piacnyitásra egy picit visszautalnék, amikor a cégek elkezdtek azon gondolkozni, hogy oké, veszem az energiát, de hát ha van más megoldás. És az energiacégek is az európai piacon elkezdtek abban gondolkodni, hogy mi lenne, ha elkezdenénk másfajta megoldásokat is kínálni. És ez a három dolog így egyszer csak így elkezdett egymásra találni, mindig éppen valahol volt a hangsúly, ez szerintem mindig egy picit változott, hogy éppen most sok volt, a drága volt az olaj, akkor mindig ez a költség oldal volt erősebb, hogyha nem tudom, a klímavédelem felelősödött, akkor mindig ez volt erősebb. De az látható volt, hogy igen, elindult a megújuló energiaforrásoknak a felfutása. És hát ezzel kapcsolatban aztán mostanában rengeteg olyan fejlemény, információ van, amivel a szakemberek foglalkoznak. A te mostani pozíciódból, tehát, hogy a Mavir ZRT-nek a kommunikációs vezetője vagy, milyennek látod ezt a mostani helyzetet? Hú, hát ez egy nagyon kérdés. Szerintem az nagyon fontos, hogy rendszert mondtál többször is a kérdésben, és én erre szeretnék visszautalni, hiszen a Mavirnek is ugye a nevemben neve, hogy átvétel és rendszerállító ZRT, és egyáltalán mi a rendszerállítás, erről majd mondok azért két mondatot. De szerintem az nagyon fontos, hogy alapvetően a rendszerben gondolkodás szerintem nagyon fontos. És ilyen szempontból tök jó, hogy van ez a korábbi tapasztalat, hogy tehát nem tud semmi sem szigetszerűen működni jelenleg. Tehát még egyszer mondom, amiről most beszélünk, az mind ma érvényes. Lehet, hogy holnap már egészen más látunk, de van néhány olyan fizikai törvényszerűség és néhány olyan keret, amit ma nem tudunk megugrani. A fizika ismereteink szerint, alapvetően a fizikai ismereteink szerint. Ez pedig nagyon egyszerűen az, hogy a villamosenergia hálózatban minden pillanatban a forrásnak és a fogyasztásnak egyensúlyban kell lennie. Ez nem tud, ma ez nem tud másképp lenni még. Azért mondtam, hogy lehet, hogy amikor beszélgetünk, mire kimegyünk a stúdióba, lesz csak azt a hírt olvasjuk, hogy valaki ezt megdöntötte, mondjuk a termodinamika törvényeit, vagy a Kirchhoff törvényt, vagy az Ohm törvényt. Amikor bejöttünk, ezek még léteztek. És ezért aztán ezt fent kell tartani, ezt az egyensúlyt. És jelenleg a világon, az európai piacon mindenképpen a rendszerirányítók vannak arra felhatalmazva, hogy az egyensúlyt fenntartsák. Ez egy alapvetően, amikor ez elindult, ez egy tisztán műszaki kérdés volt, teherelosztásnak hívták ezt régen. Miután a piac is megjelent, ez ma már nem csak teherelosztás, hanem sőt egyre kevésbé az, egyre inkább informatika és piacműködtetés. Hiszen ezen az összekapcsolt piacon nem csak műszaki kérdés, hogy a villamosenergia hol és hol talál magának helyet az adott másodpercben, vagy honnan van az adott másodpercben, hanem piaci kérdés is. Tehát a legfontosabb az, hogy bármilyen megoldás merült föl, és ez igazából tulajdonképpen az első pillanattól kezdve így van, most egy picit az újságíró múltamra visszautaltok, amikor megjelentek a megújuló források, és ezzel megjelent a decentralizált termelés, hogy még egy ilyen fogalmat behoznak. Ez ugye nem más, mint hogyha otthon a háztetőn, vagy valahol van egy szélkerék, naperőmű, bármi. Akkor mindig fontos volt, mindig minden mérnök azt mondta, és mindig minden szabályozás arról szólt, hogy oké, de hogy hogyan lesz ez a rendszerbe illeszthető, hogyan működik ez egy rendszerben, mert nem tud a rendszeren kívül működni, pont azért, amiket mondtam, fizikai törvények. És erről gyakorlatilag azóta folyamatosan egyrészt folyik a diskurzus, nem mondanék vitát, mert hogy ez szerintem mindenki számára evidens, hogy ez így van, és szinte az első perctől kezdve elkezdett működni az, tudományos műhelyekben és az üzleti világban,
is, tehát a céges oldalon is, hogy hogyan lehet azt a fajta rugalmasságot, amit nyilván a piac átalakulása kér, hogyan lehet biztosítani a villamos energiarendszerben. Tehát hogyan tartjuk fenn azt a rugalmasságot, azt a szabályozó képességet, hogy még egy ilyen szót behozzak, ami nyilván arról szól, hogy ha az adott pillanatban van valamilyen felesleg a piacon, akkor ezt valahogy elhelyezzük, piaci módon vagy technikailag, vagy ha hiány van, akkor valahogy ezt kinyerjük. Ez gyakorlatilag az első perctől kezdve elindult, és ugye beszéltünk a szivattyús tározós erőműről, nem titok, ez az átlag újságolvasó számára is szerintem ma már nyilvánvaló, hogy a megújuló források felfutásával együtt elindult egy nagyon komoly technológiai, innovációs munka a világon, mindenhol egyébként, az energiatárolásra vonatkozóan. Mert ugye az a helyzet, hogy tudjuk, hogy vannak akkumulátorok, a telefonjaink is tölthetők, de hogy hogyan lesz ez ipari méretű megoldás? Mert amiről beszélünk, az nem 9 volt, és nem tudom, másfél watt, hanem 4-5-600 watt európai szinten, ezer, több ezer watt, amiről beszélünk. A Mavir, ha úgy tetszik, folyamatosan működik, éppen néztem a honlapon, hogy az egyik ilyen szlogen, hogy 70 éve egyetlen napra sem hagyta abba a tevékenységét, és ezt voltak éppen most itt is a stúdióban érzékeljük, de mi van e mögött? Ez egy tök érdekes kérdés, hiszen ugye megszoktuk azt, hogy mielőtt mondjuk újra és újra beszéltünk arról, hogy néha-néha az energiazéről fókuszba került, de mielőtt fókuszba került volna, ez egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy a stúdióban most világítanak a lámpák, mennek a kamerák villamosenergiával, otthon megy a kenyérpirító, a mikró, meg minden, szóval így ott van. Van egy ilyen elhíresült történet, állítólag egyszer azt mondta a központi bizottságban még régen egy nagyon okos ember erről, hogy hát nem kell beszélni a villamosenergiáról, mert ott van a konnektorban. Tehát, hogy volt egy ilyen fajta hozzáállás, hogy ez így van. Ez kicsit olyan, mint a tiszta levegő, néhány mondták, hogy mint a béke Európában, hogy így ugye a mi generációnk így megszokta, hogy ezek vannak. Tiszta a levegő, béke van, van áram. Tehát egy óriási iparág van emögött. Tehát, ha csak Magyarországot nézzük, ami nem egy nagy ország, abban az értelemben, hogy az európai energiapiacon is vannak sok, mert egyszerűen fizikai méretéből tekintve, egy óriási iparág van, hiszen itt emlegettük a szereplőket, vannak erőművek, vannak hálózatok, különböző típusú feszültségszintű hálózatok, rengeteg IT szakember dolgozik, rengeteg közgazdász, vannak kereskedők, tehát hogy több tízezer ember dolgozik csak Magyarországon azon, hogy építsen és működtesse ezt a rendszert. Tehát azt azért érdemes így felidézni magunkban, vagy végig gondolni néha-néha, hogy amikor felkapcsoljuk a villanyt, akkor nyilván nem attól az egy kis kapcsolástól, de hogy igazából egy óriási iparághoz kapcsolódunk a maga összes kérdésével és a maga összes feladatával. Tehát a kérdésedre a válasz, egy hatalmas iparág van mögötte, több ezer emberrel, óriási értékű berendezésekkel, ugye mondtad a hosszú távot, ezek mind hosszú távú tervezést igényelnek, a hálózatainkkal, amiről persze tudjuk, mikor elmegyünk az országúton és látunk egy valamilyen távvezetékoszlopot, hogy ja, ez biztos a része, de szerintem ezt így nem gondoljuk végig, hogy ja, ezt meg kellett építeni, ezt üzemeltetni kell, fenn kell tartani, felügyelni kell, monitorozni kell, hogy azon a sodronyon aztán A-ból B-be jusson például a villamosenergia. És akkor a gáziparról nem is beszéltünk, bocsánat, mi meg ugye a föld alatti rendszeren működik, néha látunk egy-egy állomást, de arról meg végkevésbé látjuk, hogy hát hogy kerül ide a gáz a lakásomba vagy a cégemhez. Szóval mindezzel voltak éppen felbátorítottál arra, amit egyébként is szerettem volna jelezni, hogy ha arra mód van, akkor mi ebben a műsorban nagyon nagy örömmel foglalkoznánk, akár még további részletekkel is, hiszen nagyon izgalmas volt minden, amiről beszéltünk, de itt a végén egy olyan világra nyitottál egy ablakot, ahol nagy örömmel bekukkantanánk a kamerával is. Szívesen, ha erre van nyitottság és igény. Köszönjük szépen, gyere máskor is. Köszönöm szépen.
Jó, hogy itt voltak velünk a Napraforgó megújuló energiamagazin, ezúttal meginvitálta önöket egy időutazásra a hazai energiaipar történetében. A hiteles úti kalauz pedig Hlavai Richárd, a MAVIR, azaz Magyar Villamos Energia Irányító Rendszer ZRT kommunikációs vezetője volt. Ő 2,5 évtizede foglalkozik a szakterülettel, ezen belül jó ideig szakújságíróként követte a fejleményeket. Szó volt tehát jelentősebb mérföldkövekről és korszakokról, így a megújuló energiához kapcsolódó történetekről is. Most már csak annyit, következő műsorunkra is várjuk önöket. Addig is minden jót mindenkinek!